Ahogy a koronavírus járvány elkezdett terjedni a világban, sorra tolták későbbi időpontra, vagy törölték teljesen a különböző sportrendezvényeket. A nyíregyházi atléták közül a gyalogló Hellebrand Máté, a diszkoszvető Szikszai Róbert és a magasugró Bakosi Péter célozta volna meg a tokiói olimpiát vagy a párizsi Európa-bajnokságot, azonban az összes nemzetközi atlétikai versenyhez hasonlóan törölték a két viadalt az idei versenynaptárból. Az olimpia egy évvel történő halasztása nem jött rosszul Bakosi Péter számára, aki a gyengébbre sikeredett tavalyi idény után immár egészségesen és teljes erővel készül az augusztusi országos bajnokságra, de már a jövő évi olimpia lebeg a szem előtt. Az idei felkészülésem azért eléggé sok problémába ütközött, de mellette próbáltam természetesen a lehető legjobban felkészülni. Én örülök neki, hogy egy éve csúszik a olimpia és az EB, mivel még kapok esélyt, hogy még jobban fel tudjak készülni, és ott tudjak lenni jövőre. Most jelenleg alapozok, a minden igaz jövő héttől kezdem el egy kicsit a könnyítést, hogyha minden úgy alakul, és a járvány is engedi, akkor augusztusban már tudjak versenyezni. Péter edző édesapja Bakosi Béla 1984-ben átélte azt, hogy milyen lemaradni az olimpiáról, ugyanis érmesélyesként maradt itthon a szocialista országok bojkottja miatt. Mint mondja, az pozitívum, hogy a tokiói olimpiáról nem kell végleg lemondaniuk a versenyzőknek. Peti esetében tavaly volt ez a holtpont, amikor nagyon belefásult az egész versenyzésbe, és neki jött ez a kis hosszabbítás. Most én úgy érzem, hogy ugyanaz a Bakosi Péter edzés és készül, mint annak idején, amikor ugye a legjobb eredményeit hozta. Megfelelően készült, tehát annyi, hogy nagyon-nagyon rövid lesz a szezon, tehát mi augusztus elején kezdünk el versenyezni, és szeptember közepén már számunkra, már mint Péter számára is véget ér a szezon. Két-három versenyt terveztünk, viszont az olimpiai felkészülés az hosszabb lesz, tehát mindenképpen ott szeretne lenni az olimpián, pontosabban ő azt mondta, hogy ott lesz az olimpián, és ezzel mindent meg fog tenni, remélem, hogy sikerülni is fog. A férfi magasugrók számára 233 cm a kvalifikációs szint. Akik ezt teljesítik, biztosan ott lesznek az olimpián. A másik lehetőség a kijutásra a világranglista helyezés. Ranglista pontokat a teniszhez hasonlóan különböző nehézségű versenyeken lehet szerezni. Tokióban 32-en állhatnak majd rajthoz a férfi magasugrásban.